Igen. Ott a lelkészi pad, tehát igen. Hogyha vendégem jön valaki, aki szolgálatot végez, igen. Én ott ülök, és ott megyek fel. Most hátulról azt is megmutatom, hogy erről van szó, hogy itt volt egy sekrestje valamikor, aminek a maradéka megmaradt. Máskülönben ez a templom, azt mondja, hogy 1853-1863 között épült, tehát ebben a formában. De a szentély formája is a katolikus értelemben van. Van benne valami. És ott nem találtak valami pasztoforiumot, vagy ilyesmit? Mostanában volt. Mert láttam az interneten, mostanában mekkora munkázatokat. Itt is ástak, ugye? Itt van benne. Ástak, és én hanem megint van már rendőrség szinten az élet tartoztak. Mindjárt a régi kommunista idő. Azt követelték, követelték a kincseket tőle. De az érdekes az, hogy ezt nem én csináltam az ásatásokat, mert az akkor történt, hogy én eltávoztam 10 évig, és én most csak szeptember 1-én, ez 2 éve, hogy újból visszajöttem ide. Tehát 22,5 évet voltam lelkész, akkor 10 évet el voltam Szőkefalváron távozva, most megint visszajöttem, és már mindjárt 2 éve vagyok lelkész. Ott igen, pontosan. Hű, hát ez így... Ott vannak a témák, de ez egy más kérdés. Na, ott, pontosan a Szőkefal. Persze egy nyomtudni terüsre. Az milyen a közel egyébként a Nincs összebátor. Akkor nincs összebátor. Hát ide pont 70 kilométer. Ide. És ott van Szászsávás. Szászsávás. Ahol az a harmónia. Én nem tudom, hogy gondolok, igen. Az a 160-70 éves énekkar van. Énekkar, az igen, harmadik. Az is ott van. És ott legény kórus vezető. A feleségem, mivel tanított több mint 4 évig ott, hát 100 vagyok. Pedagógus kórust alapítottam a változás igen. után, és voltunk ott énekelni. Na most egyszerű templom valahol nincsen stílussal, van egy gótikus bejáratú ott a nőknek a bejáraton, mert kívül megmutató. Jézus köztünk, békesség, békesség legyen velünk, békesség. Ez azt jelenti, hogy a második templom itt van. Az elsőnek persze annak a nyomjait nem tudom megmutatni, de ez a második, és persze ez a harmadik. Az az ajtó pedig azért volt hagyva, hogy a toronyból, onnan a padláson, majd a toronyba lehet menni, és ott persze kell harangozni. Na most itt ez a gótikus, azért, mert nem volt pénz. Egyszerű a magyarázat. Soha nem volt pénz. Háromszor a szegény román években, tehát az első világháború után 3 torony alapult. Egyesek meggazdagodtak, mert mi várták, hogy kamatozzék földeket, házakot, stb. Van erre dokumentum az egyházi irattárban. De a háborúkkal a pénz mindig leértékelődött, és akkor a pénz elment. És akik használták, hogy majd visszaadják kamatostól, nem adtak vissza. Két apró banit adtak vissza. Mert az annyit istenéket... ért akkor, vagy úgy csináltam, most ez az a gótikus ajtóné. De ebbe is lehet látni, hogy ilyen terméskő itt a patakból, ami ki van emelve, és nem olyan formás, mint ami egy igazi gótikus kő. Na ezt akartam elmondani, hogy 94-ben utoljára újították, aztán többet tudomásom nincs. Na most például az ásatás az egyik itt volt, akkor a másik ott a túlsó bejáratnál. A padlón is, szóval maga a templomban is, igen. Igen. Én úgy képzeltem, hogy akkor ezt megcsinálják, mert ahogy láttam, hogy...